November 22-én került megrendezésre a 13. fordulóból elmaradt DMTK Perbá találkozó, amelyet csapatunk nem csak bebiztosíthatta őszi elsőségét, de a Gödöllő utolsó mérkőzésétől függően akár meggyőző is lehetett az előny mértéke. A kezdőrugást gyászszünet előzte meg, amelyel a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kis Andrásra emlékeztünk. Tisztelt szurkolóink! A mai mérkőzés előtt egy perces néma csendben emlékezünk meg a tragikus hirtelenséggel életében 33. évében elhunyt Kis Andrásról, aki a Dunavarsán játékosa és a Taksonyese utánpótlás edzője volt. Nyugodjon békében! A vendég Perbál a tabella második felében található. Mégis figyelemre méltó a bajnokság erősebb csapatai ellen mutatott jó teljesítménye. A DMTK Ugi Márk keze alatt igazi csapattá érett erre a bajnokságra. Valamennyi mérkőzésen jól szervezett csapatot, egymásért és a közönségért küzdő játékosokat láthattunk. A sérülések ebben a szezonban sem kímélik a csapatot, de így is megérdemelten gyűjtötte be valamennyi pontját. Győzelem volt a cél a Perbál ellen is, amelynek érdekében vezetőedzőnk a Nacsa, Csizmadia, Pesti, Kovács Galavics, Hári, Fellegi, Vitányi, Pataki, Tóth, Bata, Szalai 11-et küldte pályára. Az első perc végén Vitányi bedobása után Csizmadia beadását Tóth Ferenc váltotta gólra, azonban lesz helyzetről, így a korai vezetés meghiúsult. Ehelyett a negyedik percben egy baloldali vendégakció végén Szabó találtna csak kapujába, amivel meglepetésre a Perbá szerezte meg a vezetést. A középkezdést követően Vitányi lépett meg a jobb szélen. Az alapvonalról Batának gurította le a labdát, aki elsőre még nem találta el jól, másodikra azonban védhetetlenül bombázott a hosszúba, amivel hamar letörölte a mosolyt a vendégek arcáról. A 12. perc, Bata próbálkozott szabadrugással, de sajnos fölé ment, a kapus nem is mozdult rá. A 23. perc, felpassz Pestitől, Vitányit ketten ütközték le egyszerre, de így lett jó Batának. A 16-oson belülről egy jó lövés, erős azonban hatalmas bravúrral hárított. A 26. perc, újabb hazai lehetőség. Vitányi beadása Batát találja meg, a kapáslövés pedig erőst, ez is kimaradt. 41. perc, a pattogólabda szerencsével Hári előtt maradt, és 18-ról megpróbálta bevenni a kaput, de a gyenge lövés nem okozott gondot a kapusnak. Ez már a második félidő, Pesti bedobása, nagy a tömörülés a perbáli kapu előtt. Tóth lőtt passza elakadt, majd végül Szalai lőtt fordulásból a kapu fölé. Egy perccel később, jó bedobása a hazai 16-osnál, befelé pattogott a labda, és végül horvát lövését kellett Nacsának védenie. 53. perc, Szabó ügye bajjal, de megtartotta a labdát Szalai és Csizmadia között, majd megiramodott előre. A bepassz cserei érintésével Goldához került, aki kis hián meglepte Nacsát. Centiken múlt a második vendégtalálat. 66. perc, Szabó egyéni akcióját láthattuk. Előbb Szalain hámozta át magát, kétszer is, majd a bombaerős löketét Nacsa csak öklözni tudta.
83. perc, Bata szöglete kanyarodott középre. Tóth csúsztatása azonban túl erős volt. A kapu fölött hagyta el a játékteret a labda. Az utolsó 20 percet nagyon megnyomta a csapat. Megint egy Bata szöglet, ezt is Tóth csúsztatta meg. Pesti elől mentettek, majd jött Kozári és a kapus kezébe fejelte a labdát. 88. perc, sokadik Bata sarokrúgás. Ez most nem a rövidre érkezett. Rétsegi fejelt kapura, de a gólvonalról tisztázott a perbáli védelem. 90. perc, kivédekezett vendégtámadás, és indult a kontra. Bata, Rétsági és a bal oldalon Kozári teljesen egyedül érkezett. Kapta is a labdát, les nincs, viszont van egy higgadt befejezés, és ezzel 2-1. A középkezdés után még résen kellett lenni, a perbál ugyanis kitámadott a pontszerzés reményében, és megköszönhettük, hogy Horváth beadására senki sem érkezett időben. A 93. perc egy utolsó beívelés, a labda Nacsáé, a játékvezető pedig lefújta a mérkőzést, amelyen ha sok helyzetet nem is, de meggyőző hazai fölényt láthattunk, és megérdemelt a győzelem. A perbál ezen a meccsen is megmutatta, hogy erős ellenfelekkel szemben. Tudja igazán megmutatni képességeit, hiszen jól szervezetten és veszélyesen is játszottak.